A Fonyódi Petőfi Sportegyesület kézilabda csapata a Botfa gárdáját fogadta az MB3-as bajnokságban a hétvégén. Papírforma szerint az erőviszonyok hasonlóak voltak, és ez a végeredményben is megmutatkozott. 14-12-es hazai vezetés után 17-17-es döntetlennel zárult a találkozó. A Fonyódi lányok előző meccsét Vida Zsolt, botfai edző a helyszínen is megtekintette. Őt kérdeztük arról, hozta-e a hazai csapat az ott látottakat. Én véleményem szerint hozta azt, amit föltérképeztünk az Allegerszegen. A másik egy nagyon régóta ismerik egymást, tehát újdonságot nem tudunk mutatni a két csapat egymásnak. Bakos Zita, a hazaiak edzője, nem volt elégedett az egy ponttal. Sokkal több volt benne, tehát a játékosok képességeit nézve meg kellett volna nyernünk, sokkal többet hibázott a Botfa, mint mi. Sajnos nem tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel, elkapkodtuk az egész meccset. Ez taktikai fegyelmezetlenség volt. A csapatunk nagyon rosszul játszott. Az, amit a második fél utolsó 14 percében csináltak, az a kézilabdának a megcsúfolása volt, én azt mondom, mert 14 percig nem lőttünk egy gólt se. Tehát amit én hiányoltam a lányokból, a lelkesedést, a szívet, ami az utolsó 14 percben nem volt meg. Előtte a második fél első 15 percben nagyon jól játszottak, mozogtak, volt mozgás a pályán, volt akció a pályán, gólokat tudtunk lőni, és én úgy érzem, hogy elvesztettük ezt a meccset. A Petőfis lányokra most egy idegenbeli találkozó vár Csurgón, aztán két hét múlva a fiatalokból álló nagykanizsai Izzó gárdáját fogadják az utolsó őszi fordulóban, az Ákányi Kálmán sportcsarnokban.